Szeretettel köszöntöm az Orbán együttestét az öltözőjében. A boxba. Két, há, és Budapestről jöttetek? Budapestiek vagytok? Nagyon nagyon alakult is ide a Budapesten. De azt hittem, hogy itt az úton származik. Van a felvidéki, erdélyi. Az igen. Baranyai szóval. Akkor egy jobbról-balról össze a Kárpát-medencéből. Itt minden van ilyen. Megtaláltátok, ezért jöttetek, nem a közös mondani, való közös muzsika öröm, azt hozott titeket össze egyértelműen. Így van. Vagy Sári, két szép szeme. Abszolút. Nem, nem. Képviseljük a fel és az alvidéket, meg a mindenféle vidéket. Ez egy nagyon szép. Akkor ez egy társadalmi összefogás tulajdonképpen. Egy régiós összefogás, ez az Orbán együttes. Sokat próbáltatok, izgultok? Sokat próbáltunk, ezért nem izgultunk. Azt hiszem megkaptam minden a választ. Sok sikert kívánok nektek, sikerüljön mindenkinek. Sári Károly, ugye tudjuk, hogy ő népzenész körökben is járatos, mert ugye ő népdal felől indult meg. Ti mi felől? Ti nem a népzene felől közelítettétek, ugye? Gondolom, hogy... Gyerekszoba felől először. A Sárit? Gyerekszoba felől. Tehát már ott elkezdtétek. Aztán egyébként változott, tehát valaki népzene felől, valaki már előbb, hogy csinálja ezt a felől. Milyen többletet ad? Szövegekkel, mint a szövegek, vagy a dallamok azok, amit megkapnak. Mi vezet egy ilyen feldolgozáshoz? Vagy hogy ez a szimbiózis, hogy könnyű zene és népzene? Én úgy érzem, nem tudom, hogy a fiúk elmondják, hogy azok egy népdal, és ami őket megfogja, és ami beledug árad a népdal spilációjában, tehát hogy az kerül színpadra. Tehát
a rockzenét keresitek, meg mindenki a saját műfaját találja meg a népzenébe, vagy meghallgatjátok a népzenét, és akkor annak a harmónia világ, annak a... Nem, mi a zenét keresünk. Aha. Az előzős zenekar. Egyébként azért sem, hogy mostában tök trendi folk felvalósításokat csinálni a fúziókat, azért mivel elkezdtük ezt csinálni 6-7 évvel ezelőtt, hogy mire oda kerülünk, hogy tenki legyen, addig egy... Ti teremtetek divatot, magyar szerény kötösbe, ezt próbálod mondani. Nem! Mi éppen követjük. Tulajdonképpen mi előtte a rockzenét játszottunk, valóban azért maradt meg az a rockos hangzás, de mindig is vágytunk arra, hogy kicsit szélesebb palettán mozogjunk, és ezért, amikor a Sárát megismertük egy ilyen tehetségkutató verseny alkalmával, akkor így egyből felfigyeltünk rá, és akkor így mondtuk, hogy na, van egy lehetőség arra, hogy... De a hangjára figyeltetek? Igen, hát is. De akkor még kicsi volt. 16 éves vagyunk. 10? Akkor még zsenge volt is. Kisebb volt a szája, most már aztán kaptak a falak mögött is. Nem olyan. Nem. De most is lerágodott még mindent. Hát ez van. Akkor a frontember, ő a frontember kötelsz. Akkor ő a frontember, küldjük-e pakolni. Na jó, gratulálok, nagyon jó hangzott, és sok sikert kívánok neki. Köszönöm.